A székelyföldi részvétel messze elmaradt az országos átlagtól, Sepsiszentgyörgyön, Baróton, Csíkszeredában nagyon gyenge volt a szavazókedv a dél-romániai nagyvárosokhoz képest. Urnazáráskor 49,28%-os volt a részvétel az európai parlamenti választásokon, és 44,52%-os a referendumon. Tehát miért tartotta fontosnak eljönni a... Csak az EP-n, ezt kiemelném, mert nekünk ez az egy lehetőségünk van, és egy reményünk az Európa. Attól függetlenül, hogy ott is megvannak a gondok, de még mindig egyedüli biztonság, csak az Európa. Milyen szempontból biztonság? Kisebbségi, közösségi jogokra gondol? Természetesen. Attól függetlenül, hogy nem nagy kisebbség barát Európa, tudjuk azt, hogy uniópárti, egyesüléspárti, de attól függetlenül, hogyha a hangunkat hallatjuk, akkor több esély van a szorvány kisebbségeknek a túlélésére. És nem csak erdélyi magyarokra gondolok, hanem úgy általában minden kisebbségre. A referendumon akkor nem is vett részt, nem szavazott? A referendumon nem szavaztam, hát ez egy értelmetlen dolog. Illetve, hát nem tudom, ember legyen a talpán, aki el tudja dönteni, hogy igen vagy nem. Csak jót, csak minden jót. Semmi rosszat nem. Konkrétan? Hát, például egy közösségi jó. A gyerekeink tanuljanak megfelelő módon, érvényesüljenek az életbe, és még mi is egy kicsit tudjunk tevékenykedni, hogy segítsünk nekik a nehézségekben. A referendumon is részt vett, ott is szavazott? Igen. Azt miért tartotta fontosnak? Hát azért, mert régi szavazók vagyunk, és már meg is szoktuk, hogy kell szavaznunk, és kötelességünknek tartjuk, hogy mindezt, amit kérnek tőlünk, megcsináljuk. Egy erős erdélyi magyar képviseletre szavaztam, amely Brüsszelben harcolni fog az őshonos kisebbségek jogaiért, hogy azok védelmet és megbecsülést élvezzenek az Európai Unióban. Azért is szavaztam, hogy Európa védje a polgárait, és kitartson egy keresztény kultúra mellett. Ugyanakkor arra is, hogy Erdély fejlődhessen, a romániai magyar közösség fejlődhessen Európai Uniós forrásokból. Hát én mindenképpen úgy gondolom, hogy nekünk egy erős és szolidáris Európa a jövőnk, tehát nincsen más alternatíva, ezért kell dolgoznunk, és ugyanakkor egy olyan Európáért, amelyben a különböző régióknak, a különböző kisebbségi közösségeknek is szavuk van, tehát beleszólásuk van abba, hogy mi történik és milyen döntések születnek, és erre szavaztam. Az igazságügyi témában kiírt népszavazáson is? Nem vettem részt a népszavazáson. Én azt gondolom, hogy a véleményünk az egyértelmű, hogy küzdeni kell a korrupció ellen, és véleményem szerint ez a népszavazás arra volt eszköz, hogy mozgósítsa az embereket az európai parlamenti választásokra. Mint látják, én annélkül is részt vettem, tehát nem kellett engem erre mozgósítani. Hargita megyében urnazáráskor 47,38%-os részvételt mértek az EP választásokon, és közel 45%-osat a referendumon. Az Országos Választási Iroda adatai szerint ebben a megyében a 45 és 64 év közötti korosztály tartotta fontosabbnak, hogy szavazzon. Falvakon nagyobb volt az érdeklődés, mint városon, és legtöbben dél körül vonultak az urnákhoz. Miért tartották fontosnak? Hát miért tartottuk? Azért tartottuk, hogy egyelőre a referendum az igazságügyi probléma, valamit javítsanak, próbáljanak javítani, amennyire, amit lehet. És az európarlamentális az, hogy amennyire van esélyünk megmaradni, mint magyarokul. Minden szempontból fontos a jövőnkért, egy szóval. Mit vár az Európai Uniótól? Hát a kisebbségnek több
szabadságot, esélyt, lehetőséget, itthonmaradást, munkát, minden jót. Hát azért, hogy minél több szavazat, minél többen kerüljenek be a parlamentbe, az Európai Uniós parlamentbe, hogy legyen több szavaz, több szó, több esélyünk arra, hogy jó lesz az országnak. Jó felé haladunk, jó irányba. Ez egy nagyon fontos, szerintem minden embernek kötelessége, hogy ezt most teljesítse, mert 5 évre, 10 évre, vagy az elkövetkező időkre meghatározódik ezzel Európának, és a létünk sorsa, mert aki látta Nyugat-Európát, hogy hogy néz ki, az biztosan, hogy szívügyének tekinti. Nekünk van részünk látni, hogy mi történik Belgiumban, Amsterdamban, a nyugati városokban. Nem kívánom senkinek. Hát mi minden választástól azt, hogy minél többen vegyünk részt rajta, és éljünk az állampolgári jogainkkal és kötelességeinkkel. Ez a legfontosabb. Ez a sok-sok törvénytelenség, ami ebben az országban történik, az a sok-sok visszaélés, amit akár a jogállamra való hivatkozással, ahogy szokták mondani a közmondásban, hogy hát a cél szentesíti az eszközt, ezeknek legyen egyszer vége. Legyen vége, és Brüsszelből is figyeljenek oda rá, hogy itt Romániában van egy kisebbség, egy őshonos kisebbség az ország közepén, amelynek jogai vannak, amelynek a törvények ugyanazok kelljenek, mint a talán 5 kilométerrel arrébb a megyehatár túlsó oldalán, és ma ezek nincsenek betartva. Kelemen Hunor RMDSZ elnök Karcfalván járult az urnák elé, mind az európai parlamenti választáson, mind pedig a népszavazáson részt vett. Erős Európai Unióra, amelyben tud fejlődni Erdély, és egy olyan Európai Unióra, ahol az őshonos kisebbségek védelmet nyernek. Arra szavaztam, hogy a következő években legyen gazdasági fejlődés, legyen biztonság, és azokra a kérdésekre, amelyet az Európai Unió dönt el, olyan válaszokat kapjunk, amely az erdélyi magyarok számára is kielégítő. Ugyanakkor a referendumon is, ahogy azt először az első pillanattól kezdve mondtam, szavaztam. A Hargita megyei részvétel az országos átlag alatt maradt, ez alul egyetlen település volt kivétel, a Homorod menti Recsenyid, ahol 8 óra körül 93%-os volt a részvétel az EP választásokon. Akár a többi Hargita megyei városban, Gyergyószentmiklóson is alacsony volt a szavazó kedv. Miért jöttek el szavazni? Hát először is azért, hogy a képviselőtnek szavazzuk. Megválaszoljuk, hogy legyen, aki képviseljen minket az Európai Parlamentben. Mind a két szavazáson részt vettek? Igen. A jogunkért, hogy kiharcoljuk, megmutassuk, hogy vagyunk a világon, és nem olyanok vagyunk, mint az asztalfiókat teszünk, és húzzuk. Hanem mutassuk meg, hogy vagyunk, magyarok vagyunk, széke emberek vagyunk, és létezünk, és létezni fogunk. És a referendumról is szavazott? Igen, mind a kettőre szavaztam. Szavaztam, mert úgy érzem, hogy köteles vagyok, hogy védjük meg, mert ha nem, akkor így is elegünk van, így is le vagyunk tiporva, elég van minden. Hát remélem, hogy a magyarságnak képviselte ezt az Európai Parlamentben. Ez nagyon fontosnak tartom, hogy valaki tudja elmondani, ha bár egybe jutó, de én remélem, hogy 3. Így, hogy most nézem, aztán nem tudom, hogy ez csak a misa után van-e, vagy egész nap, de elég sokan jönnek el. Mind a két választáson részt vett? Igen. Nagyon fontosnak tartom az igazságszolgáltatásnak a rendbetétet, mert igaz emberség nincs sehol. Úgy gondolom, hogy az erdélyi magyarságnak fontos, hogy a szavát haladhassa Európában is, azért az európai képviselet is fontos számunkra. Ezért a szavazatommal segíteni szerettem volna azt a törekvést, amit a Orbán Viktor által kezdeményezett Kárpát-medencei magyar képviselet jelenthetne nekünk. Háromszéken a reggeli órákban alacsony volt a részvétel, az országos listán az utolsó között volt Kovászna megye. Csak valamivel több mint 2%-os részvételt jegyeztek.
A referendumon egy kicsit többen vettek részt, 2,36%-ban. Az erdélyi magyar, sőt a Kárpát-medencei magyar érdekképviseletre szavaztam, hiszen ez a választás nem pártokról, nem ideológiákról szól, hanem egy egységes Kárpát-medencei brüsszeli képviseletről. Az is látszik, hogy a déli megyék kétszer annyian mentek el már szavazni, hiszen Gyurgyóban, Mehedincben, Teleormánban, Olt megyében kétszer annyian voltak, mint Székelyföld megyében. 11 órától változott a helyzet, és az európarlamenti választáson résztvevők kerültek túlsúlyba Kovászna megyében is. Hatalmas döntés európai szinten, tehát a migráns politikáról van szó, vagy igen, vagy nem. Én ellene vagyok, úgyhogy maradjunk itthon, érezzük jól magunkat. Mi mindig eljövünk szavazni, nekünk fontos az, hogy sikerüljön, eredményes legyen a szavazás, sikerüljön annak bejutni, akire úgy gondoljuk, hogy ott a helyük, és tudnak nekünk és a közösségnek segíteni, előbb vinni a helyzet. Én azért szavazok, mert büszke európainak érzem magam, és sokkal több Európát szeretnék hozni Romániába. Én a régiók Európájában hiszek, Székelyföld Európájában, Erdély Európájában, a Kárpát-medence Európájában. Kovászna megyében valamivel több mint 42,38%-os volt a részvétel az európai parlamenti választásokon, és 39,80%-os a referendumon.